Tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Én megpróbálok egy kicsit árnyaltabban fogalmazni, de azért a lényeget el fogom mondani. Tehát a klímaváltozás és az energetika milyen kapcsolatban van jelenleg egymással, ez a kérdés. Illetőleg föl lehet tenni ezeket a kérdéseket, hogy tény-e egyáltalán az, hogy van klímaváltozás folyamatban. Ha igen, van-e ebben az emberiségnek szerepe, és ha ez is igaz, akkor milyen gazdasági terheket jelent ez a mi számunkra energetika terén? Hát kérem szépen, föl lehet tenni még egy negyedik kérdést is, hogy egyáltalán mi a felének teszünk föl ilyen kérdéseket, van-e egyáltalán értelme ilyen kérdéseket föltenni. Most ennek a története az valahol a környezetvédelemben kezdődik. A környezetszennyezés és a környezetvédelem problémája az nagyon őseredeti, ez több ezer éves. Már a kőkorszakban probléma volt, hogy a kőbányákban szilikózist kaptak, a középkorban óriási járványok törtek ki a higiéniai problémák miatt. Azonban a 20. században új megvilágításba került ez az egész dolog. Azzal, hogy 1968-ban megalakult a Római Klub, ahol is kiváló élvonalbeli szakemberek, tudósok, Nobel-díjasok megállapították azt, hogy baj lesz, mert a Földön az erőforrások mennyisége korlátozott, a népesség rohamosan növekszik, és közben a környezetünket mérgezzük a melléktermékekkel, ami tökéletesen igaz. Többek között Gábor Dénes is az egyik tagja volt ennek a Római Klubnak, ő kifejtette azt, hogy a tudósok, mérnökök, fizikusok, kémikusok és egyéb szakemberek hozták létre azt a fajta modern civilizációt, amiben élünk. Ezért az ő feladatuk az, hogy gondoskodjanak a problémák megoldásáról. Magyarra lefordítva, szakembereknek kellene bízni a problémák megoldását, és nem önjelölt dilettáns aktivistákra. Ezt a tanácsát Gábor Dénesnek nem fogadták meg, sajnos. 71-ben megalakult a Greenpeace mozgalom, teljesen jogosan, ugyanis ők az atombomba robbantások ellen, kísérleti robbantások ellen tiltakoztak eredetileg, majd később kiterjesztették a tevékenységüket a közvetlen környezeti károkkal kapcsolatos problémákra, és aztán egyre több tudományokban tájékozatlan laikus csatlakozott hozzájuk, tehát kezdett fölhígulni az egész dolog. 72-ben az Európai Unió dönt arról, hogy egy közös környezetvédelmi politikát kell kialakítani, szó sem volt még éghajlatról, tehát itt a erőforrások pazarlása és a környezeti terhelés volt a probléma. 1979-ben Lovelock a NASA-nak egy kutató tudósa, aki biológus, ökológus, meg kémikus, szóval többféle ilyen ezermester jellegű szakterületeken otthon volt, publikálta a Gaia elméletről szóló elméletét, amely szerint a Földön a bioszféra egy önszabályozó rendszert alkot, tehát egy bolygón, ha megvannak az élethez szükséges föltételek, akkor ott törvényszerűen kialakul az élet, nem csak a Földről van szó általában. Gaia egyébként a görög mitológiában a földisten asszonya. Na most, ha egyszer az élet megtelepszik, akkor visszahat a környezetre, az atmoszférára és mindenféle egyéb dolgokra, és stabilizálja maga körül önszabályozó módon a környezetet, és ezért, ha az ember ebbe beleavatkozik, akár még a időjárásra is hatással lehet ez a probléma. 1984-ben itt merült fel először az, hogy egyáltalán az éghajlatról szó lehet. A zöldeket csoportja bekerül az Európai Uniós Parlamentbe, megalakítanak, pártokat alapítanak, utálja őket mindenki, az ipari befektetők, aztán lassan, ahogy a befolyásuk növekszik, élelmes üzletemberek rájönnek, hogy hoppá, ebben üzlet is van. És azóta a zöld üzletág új mértékben fölfejlődött, hogy jó néhány országban a profit termelő képessége a hadiparral és a gyógyszeriparral vetekszik. Mondjuk a kábítószer kereskedelmetnek a leánykereskedelmet még nem lépte túl, de a legális üzletágakon belül remekül működik.
Na most a lablok kapálók, még érdemes egy-két dolgot mondani, mert hogy ugye ő sorozatban jelentette meg a könyveit, aztán a 2009-ben, amikor a 90. születésnapja volt az öreg lablóknak, akkor írt egy másik könyvet, Fenising Vészok Gaja Havánul Arca, de azt írta le, hogy a természettudományosan dilettáns zöld mozgalmak többet ártanak a környezetnek és a természetnek, mintha nem csinálná, ettől kezdve ő eretnek kivált természetesen, mondták, hogy személy is, meg ilyen dolgokat írtak róla. A lényeg az, hogy ugye a milliós nagyvárosokban élő emberek, azok a tévéből látják, hogy működik a természet, tehát a józan paraszti ész az már megszűnő félben van. Ez az oka annak, hogy vidéken nincs zöld mozgalom, csak a nagyvárosokban van a zöld mozgalom. És egy-két évvel ezelőtt ilyen zöld aktivisták aláírásokat gyűjtöttek, hogy fékezzük meg a klímaváltozást. És akkor megkérdeztem, fiatal aktivisták voltak, hogy vajon miért ilyen laikusként, hogy mi lehet az oka annak, hogy nyáron a nappalok hosszúak, éjszakák rövidek, télen meg fordítva van. Azt mondták, hogy hát sajnos fogalmunk sincs. Mondom, a fogalmatok sincs, hogy működik az éghajlat, akkor miért gyűjtitek az aláírást? Azért, mert megfizetik. Na most a helyzet azóta se változott, legfeljebb az árfolyam egy picit lehetett, mert infláció az ugye van. Na most itt egy óriási dilemma alakult ki. Mi lesz velünk, ha tönkre tesszük a bolygót? Mi lesz a gyerekeinkkel, az unokáinkkal? A másik pedig, hogy növeljük gyors ütemben a GDP-t, mert a gazdasági fejlődésnek, az emberi boldogságnak az a lényege, hogy minél nagyobb termelés, minél nagyobb fogyasztás. Hogy lehet a kettőt összeegyeztetni? Tegyük a gazdaság húzó ágazatába a zöld iparágot. Tehát itt jött be az a dolog, hogy hoppá, klímaváltozás ellen korlátlan ideig lehet küzdeni. A Föld 4,6 milliárd év óta létezik. Ha ezt az időt 24 órának tekintjük, akkor a technikai civilizáció ebbe a léptékbe az éjfél előtti utolsó perc, utolsó század másodpercben alakult ki. Mi történt az ezt megelőző 23 óra 59 perc, 59,99 század másodperccel? Ez alatt az idő alatt az éghajlat állandóan változott. Most is változik, jövőre is változni fog, 1 millió év múlva is változik, korlátlan. Hát akármeddig csinálhatjuk az éghajlat változás elleni küzdelmet, bele lehet dollármilliárdokat áldozni, az éghajlat továbbra is változni fog, mert hát a természet ugye a adótörvényeket kétharmados többséggel meg lehet változtatni, fizika törvényeit meg nem lehet megváltoztatni, mert hát a természet az egy makacs ellenzéki természetű társaság. Tehát ugye a Föld kering a nap körül, és be van dőlve egy kicsikét, tehát néha az északi félteke kap több fényt, néha meg a déli félteke. Na most így ugyanakkor egy kicsit ellipszis alakú pályán, persze nagyon durván el van ez túlozva. Amikor nálunk nyár van, akkor egy picit távolabb vagyunk a naptól. Az északi féltekén sok a szárazföld, kevés a víz, relatíve. A déli féltekén nagyon sok a szabad vízfelület. A szabad vízfelület és a szárazföld eltérő hatásfokkal nyeli el a napsugárzás energiáját. És amikor eltolódik a tavaszpont, akkor megváltoznak ezek az arányok. Ráadásul a Földnek a forgástengelye is így imbolyog. Emiatt a tavaszpont tolódik, az ellipszis alakja is tolódik állandóan, mert hogy a Jupiter és a Szaturnusznak a gravitációs tere ezt befolyásolja, és amikor elvillen egy picikét a forgástengely, egy fok eltérésre 110 km-re tolódnak el az éghajlati övek és a sarkkörök észak felé vagy dél felé. Plusz-minusz másfél fok ingadozással működik ez az effektus, és a Bacsák Györgyféle elmélet szerint ugye az van, hogy fölváltva követik egymást a jégkorszakok és a melegedési korszakok, az elméletet körülbelül 5 millió évre visszamenőleg igazoltnak tekinthető,
ami azt jelenti, hogy jelenleg éppen kifelé megyünk egy jégkorszakból, és most melegedik az éghajlat még 30-40 ezer évig, aztán majd megint elkezd egy kicsikét hűlni. Na hát most itt tartunk, tehát a következő 30 ezer évben tiszta, a biznisz az teljesen biztosítva van. Nézzük tovább. Persze a hosszú távú éghajlati változásra szuperponálódnak egyéb rövid távú hatások. Egyrészt a napingadozó sugárzási teljesítménye, nem csak a 11 éves pólusváltási ciklusról van szó, hanem hosszabb távon is vannak aktívabb és kevésbé aktív a részek. Mennyire nyeli el a felszín a besugárzott energiát, itt az albedóról van szó, hogy mennyit ver vissza, és ami megmarad, azt elnyeli. Tehát ez az oka annak, hogy nyáron a rekkenő hőségben, a körúton ottan lerohan rólunk a ruha, és ha kimegyünk a budai hegyekbe, ott egy kicsit hűvösebb van. Felhőképződés aktivitása nem csak attól függ, hogy mennyi vízgőz van a levegőben, hanem a kozmikus sugárzás befolyásolja, amelyet viszont a napnak meg a Földnek a elektromágneses tere eltérít, és amikor napfót kitörés van, akkor például másképp fogja eltéríteni. A légkör infravörös elnyelő képessége az üvegház, tehát hogy az infravörös kisugárzás milyen mértékben tudja elnyelni, és a légáramlatok konvekciós hűtő hatása, amiről mindenki el szokott feledkezni, ugyanis ha nagyon fölmelegszik a talaj, akkor meleg lesz a levegő, az fölfelé száll. 2000 méter magason már 25%-kal kisebb az üvegház, ami fölöttünk van, 5600 méteren feleződik, és nem csak arról van szó, hogy ő viszi magával a hőt, hanem viszi magával a párát, amely ki fog csapódni, és a vízőznek a párolgási hője is felszabadul, ami egy iszonyatosan nagy hőenergia. Na most az üvegház az nem olyan, mint az igazi üvegház. Az igazi üvegházban ott vannak az üveglapok, vagy a fóliák. Nincs benne áramlás. Az atmoszférában áramlások zajlanak, és viszik a hőenergiát. Tehát ez nem igazi üvegház, ez csak egy hasonlat. Tehát, hogyha most befagyasztanánk, tehát minden egyes molekula maradjon ott, és nem nagyon ugráljon, hanem így stabilizálnánk a légkört, akkor lenne a vízgőznek a hatása körülbelül 60%, az üvegházban, széndioxid körülbelül 20%, stratoszférikus ózon körülbelül 8%, egyéb gázok, főleg metán, nitrogén-oxid, mondjuk ezek utóbbiak azért eléggé valóban összességes eredetűek, körülbelül 12%. Azonban itt még egy dolgot meg kellene mondani, hogy a víznek kitüntetett szerepe van a klímaszabályozásban. Egyrészt a bolygó felszínének a több mint kétharmad része szabad vízfelület. Folyamatosan párolog, áramlik, maga a víz is áramlik, meg a vízgőz is áramlik. Víznek magas a fajhője, magas az olvadási hője, magas a párolgási hője. Neki köszönhető az, hogy van felhőképződés, az üvegházhatás túlnyomó részét a vízgőznek, tehát nem a vízgőz kibocsátásra csinálunk kvóta kereskedelmet, hanem a széndioxidra. És a konvekciós hőenergia szállítás, ami az óceánokban, tehát folyékony állapotban, gőzállapotban, mindenben. Miskolci Ferenc májusban tartott előadást, kettőt is, az egyiket az olajbányászoknál, ott én ott voltam, az akadémiai előadásán nem. Hát ott, meg a publikált elmélete alapján, meg a 60 éves mérési sorozatok alapján azt mondja, hogy csupán a víznek a körforgása és a fázisváltozás, tehát halmazállapot változásai, az önmagában vidáman kompenzálja a széndioxidnak a hatását. Ki is rúgták szegényt a NASA-tól, úgyhogy most vaskereskedéssel foglalkozik Amerikával állítólag, de hát abból is meg lehet élni, az egy gazdag ország. Na most itt azért még a Reményi professzor úrnak is egy diagramját, színes utólagos engedély, illetve utólagos, mert találkoztam vele a Moszkva téren, és mondtam, hogy föl fogom használni. Tehát az ő előadásából vettem ezt át. Ez nagyjából egy olyan félmillió évre visszamenőleg azt mutatja, hogy a széndioxid koncentráció és a felszíni melegedés valóban együtt mozog. Csak azzal a szépséghibával, hogy először elkezd melegedni az éghajlat, és utána növekszik a széndioxid koncentráció, például azért, mert az óceánokban elnyert széndioxidból elkezd kibugyogni a
elnyelt széndioxid a vízből, mint amikor a szódavizet mondjuk melegítjük nagyjából ahhoz hasonló effektussal, úgyhogy ez egy kicsikét szépséghibája az elméletnek, és akkor most az utóbbi időben pedig ugye arról van szó, hogy a most éppen szület tájékán a rádióban mondogatják, hogy nagyon vigyázni kell, mert a mustgáztól meg lehet fulladni, és csak égő gyertyával szabad a borpincébe lemennünk a mustfor, mert ugye a mustgáz az sokkal nehezebb, mint a levegő, és ha belemegyünk, akkor megfulladhatunk. Azt nem szokták hozzátenni, hogy ez ugyanaz a széndioxid, ami nem látszik egyébként egyáltalán, tehát ez nem széndioxid, amit látva, pláne, hogy egy hűtőtoronyból jön ki. Hát nem régiben azt hiszem a National Geographicon volt egy előadás, ahol egy atomerőművet mutattak be, és azt magyarázták a hűtőtorony mellett állva, hogy milyen sok széndioxid bocsát ki egy atomerőmű. Na most ezt a baromságot egy tudományos műsorba megengedik. Na most a másik pedig az, hogy azt mondják a mezőgazdasági szakemberek, hogy kellene legalább háromszor annyi széndioxid a levegőben, mint most, és akkor nem lennének élelmezési problémák, mert rendkívüli módon fölemelkednének a mezőgazdasági terméshozamok, és érdemes még megnézni az interneten, egyre több hirdetés van, a széndioxidos gyors termálfürdők tapasztalatairól, ahol is ott lubickolnak az emberek a termálvízbe, és széndioxiddal dúsított levegőt szívnak be, és meggyógyulnak tőle. Ugye a széndioxid az egyrészt a sebgyógyulást meggyorsítja, másrészt pedig az idegrendszerre jó hatással van. Tehát a szellemi telesítő képességet fogva ezt kipróbálták kutatóintézetben, hogy fölpumpálták a széndioxid koncentrációt a szobába, és könnyebben tudtak mondjuk egyenleteket megoldani. Na most, ha kivonjuk a széndioxidot a levegőből, annak két, ha teljesen kivonnánk, akkor minden élet elpusztulna, ha csak a felét vonjuk ki, akkor az emberek elpusztulnak, és minden hülyeséget el fognak hinni. Olyanokat is magyaráztak, hogy ha az északi sarkon elolvad a jég, akkor majd nagyon meg fog emelkedni a tengereknek a szintje. És az északi sarkon viszont a jég a víz tetején úszik. Na most a jég, amikor a víz megfagy, akkor kitágul, azért tud úszni a víz tetején, és az úszó jég az annyi vizet szorít ki, amennyi a saját súlya. Amikor elolvad, akkor annyi víz lesz belőle, amit korábban kiszorított. Tehát attól, hogy elolvad, attól nem emelkedhet a tengerszint, Grönlandon viszont emelkedik, viszont a déli sarkon viszont hízik a jégtakaró. Tehát amennyit a Grönlandot elolvad, annyival több lesz a, tehát átcsoportosul tulajdonképpen a hőenergia a Földön belül, de egyébként nem történik semmi. Az utóbbi 20 évben egyébként a széndioxid koncentráció a levegőben állítólag 25-30%-kal nőtt. Viszont a felszíni átlagos hőmérséklet az nem változott 20 év alatt egyáltalán. Hiába van több széndioxid a levegőben, mert hogy a széndioxid azért lett több a levegőben, mert korábban volt egy melegedési folyamat, és annak az utó, tehát kell egy idő, amíg a széndioxid az óceánokból kijut a levegőbe. Hát kérem tisztelettel, itt még a szénbányászoknak is szeretnék egy kicsikét kedvezni az előadásra, de hát óriási, itt eltakarodik ez nem tudok segíteni, tehát kb. 200 évig elég lenne ez. Igaz, hogy lignit meg barna szén nagy része, de ettől függetlenül itt azt is látni kell, hogy miután ha a szénbányákat bezárjuk, tehát ott nem arról van szó, hogy a szénbányában dolgozik, mit tudom én hány ember, csak azok munkanélkülévé válnak, hanem az történik, hogy bezárott a vendéglő, meg a szálloda, meg a munkásszállás, meg az autóbuszjárat megszűnik, meg a orvosi rendelő, meg főszedik a vasúti síneket, és így tovább. Tehát körülbelül 4-es szorzóban lehet számolni. Tehát 200 ezer ember vált állástalanná a bányák bezárása miatt. Az, hogy közben a szakértelem is eltűnik, mert utána már nem tudják, mert majd újra nyitjuk a szénbányákat, és akkor hát nincs az semmi probléma, kell hozzá csákány, lapát, meg taptalicska, aztán majd bányászkodunk. Na most ez azért nem olyan egyszerű, mert ez egy nagyon komoly szaktudást igénylő dolog.
Na most a 200 000 ember elveszítette az állását, még ha gazdaságtalan is volt a bányászat, de a 200 000 ember el kell tartani. Szociális segélyt kell, óriási megélhetési bűnözés alakul ki, meg kell erősíteni a rendőrséget, meg a Magyar Gárdát, meg mindenkit ebből a témában, és ez mind pénzbe kerül. Mind pénzbe kerül. Kérem tisztelettel, mennék tovább. A természet őseredeti állapotát nem lehet megvédeni, mert a természet változik. Még a felszín is folyamatosan változik, hiszen a Földnek a versenyében valójában itt egy óriási nagy teljesítményű nukleáris erőmű működik, fölötte bugyogba keringenek a olvadt kőzetek, ezek mozgatják a földkéreg leveszeket, helyenként elszakad, kicsi a szakító szilárdsága viszonylag a földkéregnek, ott aztán szakadási törés vonalak vannak, a másik oldalon meg összetorlódnak, a nyomószilárdsága nagyobb, nagyobb emelő földrengések alakulnak ki, állandó átalakulás. Ez itt tulajdonképpen én bemutattam azt, hogy az őseredeti állapotnak egy lehetséges változata, ez 10 millió évvel ezelőtt így nyílt ki a Kárpát-medence. Vannak, akik szeretnék, ha most is így néznek, én nem szeretném. Na most gyakorlatilag attól függ, hogy hova, mennyire megyünk vissza az időbe, hogy mi az, hogy ős eredeti állapot, amit helyre lehet állítani. Ezt egyébként a Szabó Gyuritól kaptam ezt a képet, és fölhívta a figyelmemet egy másik vonatkozására is. Ha ugyanis évmilliókon keresztül ilyen állapot volt, akkor a talpunk alatt olyan üledékes talajrétegek vannak, amiben iszonyatos mennyiségű szerves anyag halmozódott föl, ami azért mondjuk a szénhidrogén bányászat szempontjából nem egy közömbös dolog. Kérem tisztelettel, még az ózonrétegtől néhány keresetlen szót. Az ózon a stratoszférában keletkezik főleg az egyenlítő közelében, mert ott van a legerősebb napsugárzás, az ultraibolya C tart, tehát a kemény ultraibolya, tehát a 200-250-280 nanométer körüli hullámhoz, ami fölbontja a kétatomos oxigént és ózont keletkezik, innen jobbra-balra, észak meg délfelé áramlik a stratoszférába, és lassan lebomlik közben. Az összes ózont lehoznánk a Föld felszínére, 3 mm vastagságban borítaná a Földet, hát ez az effektív réteg vastagság, ezt nem milliméterben mérik, hanem dobzonegységben, ez 300 dobz, 1 milliméter egy dobzonegység, mert a 1924-ben találta föl egy dobzon nevű tudós a úgynevezett dobzon spektrométert, amivel meg lehet mérni a Földről a dobzonrétegnek az állapotát, mert már akkor is probléma volt az UV-sugárzás, meg a bőrrák, meg egyéb dolgok. És a egyenlítőnél keletkező ózon észak felé, meg dél felé áramlik, a kettő nem tud keveredni. Nem létezik olyan áramlás a stratoszférába, hogy a kettő helyet tudjon cserélni. Na most, amikor betiltották a halogénált szénhidrogéneket, akkor azt azért tiltották be, mert az lebontja az ózont, ami ténylegesen igaz, csak az a kellemetlen, hogy a 90%-a ezeknek a vegyületeknek az északi féltekén ment ki a világ a szatoszféra felé, és az ózon réteg meg folyton a déli sark közelében lukadt ki, és a mai napig ott lukadt ki. Erről írt egy tanulmányt egyébként a fizikai szemlében annak idején Marsz György professzor úr, valamikor a 90-es évek, 20 évvel ezelőtti, nagyon érdekesen kifejtette azt, hogy mi a különbség a stratoszféra állapotában az északi meg a sark fölött, és hogy mi az oka annak, hogy gyakorlatilag ott egy olyan katalizátor hatás működik a déli sarknál, ami az ózon lebontását sieteti. Mennék tovább. Általában az energiáról lenne szó, de főleg én a villamos energiát emelném ki, mert hogy a villamos energia nélkül az emberiség ma már nem tud működni, főleg a nagyvárosok. Tehát ha megszűnne a világon a villamos energia, akkor a világ nagyvárosaiban egy hónapon belül 100 millió ember halna meg. Mert megszűnne az ivóvíz ellátása, a szennyvíz elvezetés,
az orvosi ellátás, a kórházak nem tudnának működni, mert nem lenne se röntgenkészülék, se semmi. Tehát gyakorlatilag összeomlana a modern civilizáció. És aztán hogyan kellene tiszta villamos energiát előállítani, mondják a zöldek, ami tulajdonképpen jó lenne, és az nagyon jó lenne különben, hogyha nem kellene elégetni semmit a nagyvárosokba, hanem minden villamos energiával működne, a levegőszennyező szempontjából kedvező lenne, és ha megnézzük, hogy az erőművek azok milyen tulajdonságaik vannak, egyrészt mennyibe kerül a villanyáram, az egyik, mennyire balesetveszélyes, milyen környezeti károsító hatásai vannak a működésének, és mennyire szabályozható. Na most itt ezeket a paramétereket, az első háromat mindenképpen a teljes életciklusra kell vetíteni. Tehát kiássuk a gödröt, betont töltjük bele, fölépítjük, stb. Valameddig működik, majd tönkre megy, le kell bontani, és így tovább. Ez alatt az idő alatt belefektettünk valamennyi pénzt, történt valamennyi súlyos baleset, okoztunk valamekkora környezetkárosodást, tehát a teljes életciklusra vetítve a legkedvezőbb, legolcsóbb, legbiztonságosabb a nukleáris energia és a vízenergia. Ez nagyon egyértelműen kijön. A szabályozhatóság szempontjából a vízerőművek, gázturbinás erőművek és a szivattyús energiatárolók, és miután egyre több szélturbina meg erőművek vannak, amit ingadoztatják a hálózatba, mindig pontosan ugyanannyi villanyáramot kell belevezetni, amennyit kiveszünk belőle, mert nem tud tárolni. Ezért most már, hogy ilyen üzleti alapra helyeződött az egész, a gyorsan szabályozható villanyáramnak a nemzetközi piaci ára háromszor akkora, mint az egyéb villamos áramé. Ami többek között azt is jelenti, hogy például a paksi atomerőműnek a fölösleges áramtermelését éjszaka eladjuk mondjuk az osztrákoknak, és másnap háromszoros áron vissza fogjuk vásárolni, mert nekik vannak szivattyús energiatár, meg rengeteg sok vízerőművük van, és ez egy jó üzletállító. Mármint nem nekünk, de nekik nyilván. Na most, megújuló energia. Na most eleve már ez egy félrevezető megfogalmazás, ugyanis az ősrobbanás óta a világegyetemben az energia mennyisége állandó. Az energia nem újul meg. Energia átalakulhat kémiai energiából, villamos energiából, vagy akármi oda-vissza. Minden lehetséges, de nem lesz több energia sehol, legfőjebb energia átmegy egyik helyről másikra. Gyakorlatban azt jelenti, hogy kiszedünk energiát, és a természet pótolja. És a természet akkor tudja pótolni, ha a bioszférából veszük ki az energiát, mert azt tud meggyógyulni gyorsan. Ha én egy bicskából belevágok ebbe az asztalba, akkor nem fog beheggedni, de a kezembe vágok bele, az behegged. Tehát amikor mi kivesszük a bioszférából az energiát, a gyorsan regenerálódó energiát, akkor körülbelül ugyanazt csináljuk, mintha beszúrnánk a erünkbe egy dűt, és kivennénk az vérkeringésünkből energiát, és azzal működtetnénk a laptopunkat, meg a mobiltelefonunkat. Na most, hogy a kezelő orvosunk ezt mennyire helyeselni, az megint egy másik kérdés. Itt például egy olyan példát lehet mondani, hogy ha a szahara sivatagot beborítanánk napelemekkel, akkor meg lehetne termelni az emberiség egész energia szükségletét, azzal a szépséghibával, hogy megváltoznának a légáramlások, hiszen a szahara sivatagot süti a nap, fölmelegszik a levegő, ezek a légköri folyamatok határozzák meg mondjuk a mediterrán térségnek az éghajlatát. Tehát ha fel akarjuk borítani ott az éghajlat, akkor ezt lehet játszani. Mennék egy picikét tovább. És akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a szél- és vízerőművekkel. Hát ugye egy köbméter víz az 1000 kg. Egy köbméter levegő az 1 kg 30 deka. 1 kg 29 deka. Legyünk pontosabbak. Egy szélturbinán a nyomásesés az ugye a millibáros nagyságrendben mozog, miközben egy víz erőműnél azért legalábbis atmoszférikus nagyságrendű, tehát itt azért több nagyságrendű különbség van, ami azt jelenti,
Ráadásul csak 20% mértékben hasznosul körülbelül a szélenergia, mert hiszen nem csak az a probléma, hogy nem fúj eléggé a szél, hanem az is baj, ha nagyon fúj a szél, mert akkor le kell állítani a turbinát, meg ha villámok csapkodnak bele, az is egy kellemetlen, meg ha jön egy kis ónos eső és ráfagy a lapátokra, és így tovább, tehát gyakorlatilag 20%-kal lehet hasznosítani. Kiszámítottam, hogy egy 3,5 méter átmérőjű vízturbina 8-10 méter esés magasságú, mint a kiskörei vízén körül, vagy mint a Nagymaros lett volna. Ezt helyettesíteni lehet 1 millió négyzetméter hatáskeresztmetszetű szélturbina erdővel. Ez egy nagyon szép dolog. Hát itt gyakorlatilag mondjuk a nagyvárosi erőművel lebontottunk, hát ilyen kellett volna csinálni, megmutatom, hogy ezek hogy néznek ki. Most kérem tisztelettel, tehát megmutatnám itt fölülnézetbe, hogy néz ez ki. Ezek a szélerőművek, ezek felhőkarcoló méretű építménynek, tehát gyakorlatilag egy-egy lapát 15-20 tonna. Hát képzeljük el, hogy fönt a fenébe, 40 emelet magasságban, 3 darab kamion méretű lapát kering, tönkre megy 20-25 év alatt az egész szerkentő, és akkor vagy összedül, vagy lebontják, vagy valami. Ha tengerbe építik, akkor beleesik a tengerbe, és akkor ott már úgyis annyi a hajóroncs van, hogy nem nagyon zavar senkit. És gyakorlatilag, ha megnézzük a teljes életciklusra vetítve, hát ennél rosszabb megoldás nem létezik. Szóval ez egy abszurdum, hogy ilyet csinálni, van akinek ez üzlet, persze, természetesen. Hát a geotermikus energia, ez is egy megújuló. Na most kérem tisztelettel, körülbelül 40 millió megawatt a geotermikus teljesítmény az egész bolygónak. Egy négyzetméterre vetítve 80 milliwatt körül van. Itt látszik ez a skála, hogy körülbelül a Föld különböző helyein mekkora a termikus áramlás. Persze vulkánok közelében lehet gazdaságos, csak ott az a baj, hogy ott gyakori a földrengés, meg a vulkánkitörés, meg mi egyebek. Nem tévesztendő össze a földhővel, amit viszont a napenergia adja annak az utánpótlását, és nemrégiben voltam egy előadáson, ami arról szólt, hogy körülbelül 4-5 kilométer mélyen a föld alatt találtak egy több köbkilométer, tehát több ezer milliárd tonna kőzetet, aminek 250 Celsius fok a hőmérséklete, és ebből elkezdik kiszivattyúzni a hőenergiát, és egy 25-30 év alatt ennek lemegy a hőmérséklete olyan 100-200 fok alá, és akkor abba kell hagyni, és akkor ez egy megújuló energia, mert előbb-utóbb újra föl, 2-3 ezer év múlva újra lehet indítani, mert addigra megint föl tankolódik az a hőenergia. Tehát megújul, csak ki kell várni, ez a türelem kell hozzá. Egyébként én kiszámítottam, hogy ha az egész ország, tehát a Magyarország 93 ezer négyzetkilométer területére az összes hőenergia áramlást felhasználnánk energiatermelésre, az körülbelül annyi lenne, mint amelyik most termelünk az összes erőműveink. Hát nyilván azért ezt nem lehet megcsinálni. Na kérem szépen, nukleáris energia. A nukleáris energia az tulajdonképpen a vízerőművek mellett a második leggazdaságosabb energiaforrás, és nem termel füstgázokat. 20-25 millió négyzetméter összhatáskeresztető szélturbina erdővel lehetne kiváltani a paksi atomerőművet, ha szélenergiát használunk. Hát kérem tisztelettel, 20-25 millió, az azt jelenti, hogy 250 km hosszan építünk egy 100 méter magas falat az ország közepén. A Margit körúton egy 3200 négyzetméter hatáskeresztmetszetű épületet lebontottak, és ettől ennek a következtében megváltozik a mikroklíma Buda belvárosába. Most 25 millió négyzetméter hatáskeresztmetszet beépítve, mi történik Magyarországon? Hogy fog kinézni a klímánk? Tehát itt csapjuk nagyon magunkat. Fotovoltaikus naperőműve. 15-20 millió négyzetméter felületű napelemeket lehetne
Most az megint más kérdés, hogy aztán majd hogy tároljuk az energiát, meg mi egyebek, mert nem akkor sült a nap. Azért a napot jobban ki lehet számítani, mint a szél. Na most ezeknek gondoskodni kell a tisztításáról, mert különben, ha megkoszobodik, akkor nem működik. Aztán ki kell dobni időnként, néhány év az élettartamuk, és hát borzasztóan veszélyes elektronikus hulladék keletkezik, ami mérgezi a környezetet. Tehát itt, ha mindent beleszámítunk, akkor bizony elég nehéz helyzetbe lehetünk. Hát itt a ökológiai lábnyomra is ugye számításokat végeztek, a vízenergiához viszonyítva. Biomassa erőmű esetén 35-ös szorzóval lehet számolni, szélenergiánál kb. 11-essel, napenergiánál duplája az ökológiai lábnyom. Na most azt azonban meg kell említeni, hogy létezik olyan naperőmű, ami abból is óriási nagy hőenergia tároló kapacitása van az erőműnek, és éjjel-nappal képes működni, nincs kiszolgáltatva. Ilyenek a napkémény, amikor ilyen üvegházhatással nagy energiájú levegőáramást idézünk elő, de vannak ezek a sóoldatos kazánok és egyebek. Tehát most nem akarok belemenni, tehát vannak olyan területek a világon, ahol a napenergiát lehetne hasznosítani még aránylag gazdaságosan, csak mondjuk Magyarországon kétséges, hogy ennek lenne értelme. Na most ugye itt azért van egy olyan probléma is, hogy miközben óriási energiával tüntetnek a atomenergia és a vízenergia ellen, éppen ezek nem bocsátanak ki egyáltalán széndioxidot. Most akkor mi a fenéért? Na most Lavrov, aki a belőlemezt megalkotta, a végső következtetése az, hogy az emberiség energetikai, meg klíma, meg egyéb problémáit úgy lehet megoldani, ha mindig nagyobb mértékben nukleáris energiát használunk. És ez volt az egyik profétája az önmozgalmaknak sokáig, amíg azt nem mondták, hogy már pedig lizet az meg. Na most akkor ez is egy nagyon szép történet, ez a Bős-Langy-Maros. Hát először is én megnézegettem a Hoover-gátnak adatait, ez körülbelül akkora, mint hogyha 28 darab nagymarosi vízlépcsőt egymás tetejére tennénk. Tehát ez Dunasaurusnak nevezni legalábbis túlzás, mondjuk egy Duna kisegér vagy Duna pincsi kutya kifejezés az megfelelőbb lenne. És 92-ben fölmondtuk a szerződést, 97-ben született a Hágai Nemzetközi Bíróság ítélete, majd megalapítottak, hogy a magyar félnek nem volt joga fölmondani a szerződést, és megalapozatlan az ökológiai kockázat. Ezt kimondta. Egy ilyen ennyi megjegyzés elhangzott a szlovák fél felé is, megállapították azt, hogy a C-változatnak a megépítését jogos volt kárelhárítás miatt, hiszen a magyar fél szegte meg a szerződést, azonban az üzembehelyezését megelőzően kellett volna egyeztetni a magyar fél, ezt elmulasztotta a szlovák fél. Ebbe az egybe marasztalták el szlovák fél. Ezek után azóta is azt halljuk, hogy megnyertük a pert. Hát körülbelül úgy nyertük meg ezt a csatát, hogy Pohácsnál 1526-ban. Ott is volt egy ilyen propaganda, hogy tulajdonképpen megnyertük a csatát, csak a törők nem akarják beismerni. Halál komoly, ez történelmi tény. Hát nincs új a nap alatt. Kérem tiszteltem, a legnagyobb az emberség, ami itt történt, az a következő. Megépült Unakilitinél itt üzemképesen egy zsiliprendszer, amivel a vízmegosztást magyar területen lehet szabályozni. Mennyi víz jön a régi Dunamederbe, mennyi víz jön a Bős felé. Oda mentek a tüntetők, megakadályozták az üzembehelyezését, ettől kezdve átkerült a vízmegosztás szabályozása a szlovák oldalra, most ez olyan, mintha nem lenne a fürdőszobákban víz csak, és a szomszéd döntené el, hogy mikor mennyi vizet enged a fürdőkádunkba. És folyamatosan vitatkozunk velük, hogy engedj már egy kicsit többet fürödni szeret, hajat akarok osztani a feleséget. Kérem tisztelettel, a Szigetköz ökológiai károsodása. Megmondták a zöldek, hogy ebből a vízlépcső dologból ökológiai károsodás lesz. És be is váltották az ígéretüket, megcsinálták. Előidézték az ökológiai károsodást szándékosan. Tehát ez nem, itt nem tudatlanságról van szó, meg nem értünk hozzá, nem.
Emögött nagyon komoly lobby érdekek vannak, és a legnagyobb gazemberségtől sem riadnak vissza. Ez tulajdonképpen akár a hazárulás fogalmát is kimeríthetné, ha nagyon szigorúak akarnak lenni, de hát az nem büntetendő most. Tavaly volt ez az árvíz. Valaha volt legnagyobb árvízzel kellett megbirkózni. Sajnos nem tudták a TV riporterek, hogy 1838-ban volt egy akkora árvíz, hogy másfél-két méter magasan ömpölygött a víz a Rákóczi úton, meg a Főúton. 2000 ház összedőlt, 150 ember vízbe fulladt, ám de ez egy jeges árvíz volt. Tehát jégtorlaszok emelték a vizet, és attól szakadt át a kert. Tehát utána néztem vízügyi szakemberekkel konzultálva, hogy mekkora volt a vízhozam. Az egyik árvíznél, meg a másik árvíznél. Hát kérem szépen, van valami igazság ebben? Négyszer akkora víz zúdult le 2013-ban, mint 1838-ban. Tehát még jégtorlaszok nélkül is ennek óriási katasztrofális következménye lehetett volna, csak hogy az történt, hogy tőlünk nyugatra fölépítettek körülbelül 40 darab Dunaszabuszt. Na most, amikor jött az árhullám, akkor leeresztették a vizet, kinyitották a zsilipeket és leapasztották minimális szintre. Akkor jött az árhullám, akkor ezek egyenként szépen föltöltődtek, és nekünk már csak az jutott, ami megmaradt. Ezért nem öntötte el mondjuk a nyugati pályaudvart a víz. És akkor az illetékes szakpolitikus megkérdezte egy újságíró, hogy tessék mondani, ha meg lett volna a nagymarosi vízlépcső, akkor az hogy befolyásolta volna az árvizet? És erre azt mondta a szakpolitikus, hogy hát ha duzzasztottuk volna a Dunát, akkor még nagyobb lett volna az árvíz. Na most, és ezt elhitte mindenki, miért ne hinné el? Hát ennél sokkal nagyobb hülyeségeket is el szoktak hinni, hát speciál, már nincs ott a pozíciójában, hál' Istennek az illető, de hát jön helyette más. Na most Magyarországon felváltva követik a árvizek, a szájkárok, ország területére belépő folyóvizek vízhozamának a 98%-a átrobog rajtunk és kimegy a túlsó oldalon. És azért azt is tudni kellene, hogy az éghajlatváltozásnak lehetnek előnyei is. Sőt, Magyarországnak kifejezetten előnyei lehetnének, hogyha megvalósítanánk a mezőgazdasági területeinknek az öntözését, mert most például a Dunának a medermélyülése miatt az összefügg a homokhátságnak a talajvíz szintjével, ami rohamosan süllyed, és lassanként úgy fog kinézni az egész, mint a Szahara sivatag, ahol majd telekaravánok keresgének valami oázist, ahol egy pohár vizet lehetne kapni. Tehát tulajdonképpen itt egy nagyon komoly vízgazdaság, itt nem Nagymarosról van szó, itt föl kellene építeni a Dunán legalább 3 vízlépcsőt, meg kéne építeni a Duna-Tisza közi csatornát, meg kellene valósítani egy komplett öntözőrendszer, a Tiszán is kéne még Csongrád közelében valami vízlépcsőt, a Drávával is kéne valami. Tehát tulajdonképpen sok minden teendő lenne, és az felszívná azt a pár százezer munkanélkülit, amivel most meg kellene emelni, mert az a cél, hogy 5 millió ember dolgozzon. Hát ezek a programok föl tudnák szívni 3-400 ezer embert. Hát kérem tisztelettel, mennénk tovább. Én itt közben nézegetem az órámat, mert nem szeretném nagyon túllépni az időt, és ez egy nagyon jó kis óra. Ezt én a feleségem nagypapájától örököltem. Legutóbb elvittem egy órásmesterhöz, aki, hogy pucolja ki az órát, mert 30 éve nem volt kipucolva, levelte a hátulját, és kiderült, hogy ezt még az első világháború előtt gyártották, több mint 100 évvel. Ez azt mondja, nagyon jó állapotban van, még újabb 100 évig el fog ketyegni. Annak idején a tartós fogyasztási eszközön ezt értették. Most azt értik rajta, hogy veszünk valami pütyüt, kapunk rá 3 év garanciát, és 4. évben ki kell dobni a szemétbe, mert nem lehet megjavítani, szétszedni nem lehet, csak fűrésszel meg lángvágóval, tehát dobjuk el az egészet. Gyakorlatilag, nem tudom, valószínűleg sokan láthatták a Villanykörte összeesküvés című filmet, amiben ugye 100 éves villanykörték működnek a mai napig.
olyan villanykörték, hogy 1890-es években állították elő. Na most semmi, egyáltalán nem műszaki probléma, meg csinál, lehet csinálni ilyen villanykörtéket, csak hát nem üzlet. Na most tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye amikor mi boldogan használjuk a higanygőzzel működő lámpáinkat, az energiatakarékos, akkor azért tegyük azt hozzá, hogy a hozzá szükséges higanyt azt nem Nyugat- vagy Európa, vagy Nyugat-Németországban nem tudom, hol bányásszák, hanem a világ túlsó felén valahol, ahol azok a szerencsétlenek, akik a higanyt szállítják nekünk, azoknak az átlagos élettartamunk 40 év, és gyakorlatilag egy magyar munkanélküli tízszer annyi segélyt kap, mint amennyi fizetést. Hát valójában a környezet terhelő technológiákat kihelyezik az úgynevezett fejlődő országokba. Tehát nem számoljuk fel a környezet terhelést, hanem exportáljuk a környezet terhelést. Na most itt ugye minden a pénz körül forog. Ismerek egy valakit, aki bankban dolgozik, és azt mondja, hogy 20 évvel ezelőtt a banki tranzakcióknak a 80%-a úgy zajlott le, hogy rendeltek nyersanyagot, vagy szállítottak valamilyen terméket, tehát valamilyen fizikailag megjelenő terméknek az ellenértéke ment, most pedig a 80%-a különböző értékpapír befektetésekben van, mert már termelni nem akar senki, csak a hozamokat learatni. Na most ez az egész nagyon negatív módon befolyásolja a dolgokat, ráadásul a természettudományok iránti érdeklődés síralmasan olvasson, nem rentábilisít, mert bármit el lehet hitetni az emberekkel, bármilyen hülyeséget. Egy tréfás kedvű amerikai diák egy pár évvel ezelőtt aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy be kellene tiltani a rendkívül veszélyes dihidrogén monoxid vegyületet, mert attól akár meg is lehet fulladni. Na most lelkesen aláírták, volt, aki rájött, hogy ez H2, azt mondja, no és aláírta. Na most hát egy latinos műveltségű ember, hogy lehet azt elvárni, hogy tudja, mi az, hogy H2O? Hát valaki tudja, hogy víz, valaki nem tudja. Hiányzott a kémia óráról, tanítónéni ezt megalázta. Na most ugye hát a tévében pedig ott a tévécelebek, kőfaragók, balettáncosok, stb. Bárki nyilváníthat véleményt, mit tudom én, filmszínésztől kedve, akárki, irodalomtörténészek, műfordítók, egyiptológusok, szóval mindenkit odaengedne, kivéve azt, aki esetleg ért hozzá. Na most nagyon fontos lenne, most egy nagyon jó dolog, hogy vannak ilyen konferenciák. Ez egy remek dolog, ahol hozzáértő szakemberek összegyűlnek és megbeszélik egymással a dolgokat. De a nagy közönség felé nem megy ki. Hát hiányzik a természettudományos ismeretterjesztés, mint amit csinált annak idején Öveges József, vagy csinált Sztrókai Kálmán még korábban. Tehát valójában én arra szeretném kérni a itt megjelent szakembereket, hogy ebbe az irányba érdemes lenne valahogyan egy nagyobb aktivitást mutatni. Én megpróbáltam egy kicsikét ebbe az irányba elmozdulni, és én megmutatnám ezt a könyvet, amit tavaly megjelent. Na most meg kell mondjam, hogy ez egy elég nagy ellenszélbe jelent meg ez a könyv. Tehát könyvkereskedésben nem kapható a mai napig. A Cubi kiadónál ez egy nagykanizsai könyvkiadó, meg lehet rendelni, olcsó egyébként, 1500 forint csak, tehát nem egy kibírhatatlan összeg. Az, hogy egyáltalán ez megjelenhetett, azt az Energiapolitika 2000 társulatnak köszönhetem, a Járosi Márton úr óriási nagy személyes közreműködésével sikerült eljutni odáig, hogy egyáltalán ez nyomdába került. Amit ebben leírtam, amit itt elmondtam, az mint leírtam a könyvben, meg egy csomó egyéb dolgot is, és ebben nincs képlet, meg szóval semmi. Tehát ez valóban úgy igyekeztem megírni, hogy az bárki, aki legalább egy másodikos gimnazista szintjéig eljutott a
természettudományok ismeretében az ezt meg fogja érteni. Úgyhogy egy fecske nem csinál nyarat, akik elolvasták a könyvet, azt mondták, hogy meg lehet érteni, tehát olyanok, akik nem a műszaki területeken van a foglalkozásuk, úgyhogy szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy esetleg egy kis reklámot csinálni neki. Ezen a címen lehet a belig fölvenni a kapcsolatot, honlapjuk van, rajta van minden. Hát tulajdonképpen, ja még egy szkorit még, inkább csak visznek, jó, de ez egy, valamelyik nap találkozok egy szomszédommal, és dühösen panaszkodott arról, hogy még csak szeptember van, és már fűteni kell, és micsoda pofátlanság, hogy csak hitegetik az embereket ezzel a klímamelegedéssel, mikor lesz ebből már valami. Hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, és természetesen bármilyen szívesen válaszolok, én itt az e-mail címem, úgyhogy levelezni is lehet velem.